a pomázi alkotókat és művészeket bemutató sorozatunkban egy újabb művészt szeretnénk bemutatni, Köműves Éva festőművészt, akinek a Teleki Vattai kastélyban lesz október 27-én 18 órakor a kiállításának a megnyitója. Így van. Kedves Éva, ön már pomázinak számít, ugye? Noha nem pomázi születésű, de elég régóta Pomázon él és alkot már. Igen, ide 8 éve költöztem, és már nem is költöznék el innen. Bár nosztalgiával gondolok, a családom a Kertvárosban lakik, Budapesten, de már nem költöznék el innen, mert hát nézd itt ezen a csendben, ezen a szép helyen, jobbra az erdő, balra egy gyönyörű sáv, erdősáv. Meg a hegyek és egyáltalán. Igen, egy csend, a jó szomszédok nem térítetnek le engem arról az igen, és ez azért nem meglepő, mert ugye eddig akárhány művésszel beszélgetünk, néhányan már készítettünk riportot, beszélgettünk, és ugye a végső konklúzió mindig ez volt, hogy Pomáz egy olyan hely, ami egyébként marasztalásra készíteti a művészeket. Így van, az a Pilis energiája, meg az itt élő embereké, akikkel úgymond minden nap valamire jutunk az életbe, boldogulunk valahol, mert olyan a szomszédság. Én szeretek itt lenni és alkotni. A kiállításon milyen művek fognak szerepelni? Én nem tudom meghatározni magamat. Egy új felfedezés számomra a Fluid Art, ami arról szól, hogy elengedjük, megengedjük, hogy történjen a vásznon valami, ami kijön a kezünk alól, és talán összeáll a végén, mint egy mese. Aztán egy másik világ az, amikor belerajzolok ezekbe az alkotásokba, illetve most a legújabb ez a bika, megjelent a bika a vásznon, és én még két ujjú patást életemben nem rajzoltam. Tehát én engedem most mindent, megengedek, hogy történjen. Illetve az entanglás az egy olyan színes irkafirka, amit japántustral, élénk színekkel ábrázolok nagy méretben, 50x70-es képekről van szó, olykor 5 napig, 5 órán át naponta, azt se tudom, mikor van reggel, délben, mert nagyon bevonz, behúz az alkotás. De mindent szeretek, mindent, ami arról szól, hogy valami kreatív teremtés. És amikor nézegettük úgy a beszélgetés előtt a képeket, akkor úgy pont fölmerült bennem, hogy gyakorlatilag akkor egy képet nem is ön csinál egyedül, hanem tulajdonképpen társban készül a nézővel, hiszen ön meg elkészíti a képet, a néző pedig megmondja, hogy mit ábrázol a kép. Így van, pontosan ezért nehéz nekem alá is írni, mert akkor már meghatározom, vagy azt mondják, mondjam meg, hogy mi a kép címe. Én látok benne valamit nagyon konkrétan, amikor tényleg körbe is rajzolom. Itt majd a kiállításnak a plakátján is egy-egy ilyen képről van szó. Nézem, nagyon nehéz megválnom tőle, de nyilván a kiállítás egyben vásár is, nem akartam reklámozni, de hogy nagyon nehezen engedem el őket, mert még újra festem, még belefestek, és az izgi, izgalmas, tényleg az, nekem főleg. Hát végül is a saját gyerekek, a saját szülöttek. Igen, ez pont így van. Egy másik vonulatát a képeknek pedig, amikor nézegetünk, akkor amiről ön is beszélt, hogy elég nagy színkavalkád jellemzi a képeket, hogy ez nekem egy ilyen valamilyen délszaki hangulatot. Igen, a gyerekkoromat, hála Istennek, édesapámnak köszönhetően az egész család kint töltötte egy karibi szigeten, ami Kuba. Havannában éltünk, és én ott végeztem a középiskolát, és ezért most nagyon sokan fogják irigyelni. Hát nagyon kemény azért az első pár év, egy év biztos, amikor úgy kerül oda az ember, hogy nem beszéli a nyelvet, de minden esetre egy teljesen más és meghatározó színfolt, és utána pedig nem is, tehát próbáltam kint Spanyolországban is éltem,
ott 4 évig éltem és dolgoztam már felnőttként, de aztán úgy gondoltam, amikor a nagyobbik fiam, aki most 30 éves terhes apárommal, babát szeretünk volna, terhes maradtam, akkor haza költöztünk, mert mindig is itt szerettem volna a gyereket. És a második fiam már, aki 21 éves, itt is született. Tehát innen a színek, a karibi világ, a habitus, az embereknek az energiája, a habitusa, az életvidámsága, hogy ők tudnak viszonyulni mindenféle, hogy ellátjuk Kubát, akkor sem 84-ről beszélünk, én 57 éves vagyok. Nem volt könnyű. Hát akkor már kapott még szöktem igazolványt. Igen. Ja, igen. Tehát ez biztos, hogy hatással van rám. Én magam is úgy gondolom, még mindig zenélek, alkotók, fiatalnak gondolom és érzem magamat. Hát az ember annyi idős, aminek érzi magát. Pontosan ezt így tudjuk. Van. Igen. Ez így van. És igen, mert hogy bennem is ez mozdult meg egyébként, hogy valamilyen misztifikája van ezeknek a déli vidékeknek. Tehát ez nem, tehát az emberekben, akik ugye itt élnek Európában, meg ezen a földnek ezen a részén, ők mindenki valamilyen ilyen titokzatos és ugyanakkor meg rendkívül irigyésre méltó helynek tartják. Igen, ez a fény, tehát az a fény, a tengernek az a sokszínűsége, amikor a magány nem magány, hanem egy tartalmas valami lesz azokkal, ami a hanggal, az illattal, ez mind párosul. Én a bikáról még csak annyit, hogy én vegetáriánus vagyok, de amikor Spanyolországban éltem, olyan helyzetem volt, hogy a főnököm odaadta a bikaviadal bérletét, és szörnyűködve, még most is átrázza hideg, ahogy azokat. Tehát voltunk pár alkalommal, és aztán elkezdtem meglátni a mozdulatot. Ott van egy olyan gyönyörűség, ott van egy olyan az egész a fényeivel, a porral, ahogy abban a közönség hangulatával, a bikának a küzdelmével, és a torreádornak a küzdelmével. Szóval azt meg kell élni. Valaki mondta, fessek lovat. Nem voltam még lóversenyen, majd elmegyek, majd megnézem, meg kell szagolni. Igen. Tehát szerintem ez valami lenyomatot hagy az embernek, és amikor van ideje, később, mert én ugye idősebb vagyok, és van ideje arra, hogy egy ilyen nyugodt helyen nem időre kapni intuíciót, vagy segíteni egy ilyen csenddel, egy ilyen nyugalommal, egy olyan családdal, ami nekem van, barátaimmal, ezt a harmóniát, akkor igen, ott valamivel kapcsolódom. És úgy érzem, hogy sokan vannak, akik ki szeretnék próbálni ezt a technikát, én nem is hirdetem magam, mert főként én alkotom a képeimet, és nagyon száradnak minden, ez napokig szárad ez a fluidar technika. Tehát, de sokan jönnek, akik kipróbálják, és valami ott megtörténik, és én azt hiszem, hogy a kreatív teremtés az, amit ezt a földet Mennyországgá teheti. Igen, ez úgy a képek hangulatából is, meg ahogy említettem, a színéből is, meg úgy egyáltalán a kisugárzásából is nekem valamilyen optimizmus jött. Mindenképpen, én mindenképpen az ember vagyok, aki próbálja mindenből a legpozitívabbat átélni, és nem büntetni magát azzal, hogy megnyomorítja az életét mások hozzáállásával. Ez mind hozzáállás kérdése, így gondolom. Ez biztos, hogy így van, csak ez így egyszerűen hangzik, csak ezt azért nehéz így élni. De itt nem olyan nehéz. Mert azért az emberek eléggé próbára teszik minden nap a... Nem, három szomszédunk van. Az embertársaikat, tehát azért ehhez kell egyfajta... Mint tanulunk, én úgy gondolom, mint tanulunk. Igen, elszántság, és az, hogy a milliómosság az időmilliómosságnál kezdődik, és én azt gondolom, hogy így már nem is kell váltanom a rotorszervényt,
Bár van egy-két képem, ami után néhány alkalommal érint valami sugallat, hogy akkor látok benne valamit, próbál. De szerintem ezt nem kell akarni, ez csak megtörténik. És ez azért jó, mert mindenkivel megtörténik a kreatív teremtés, ez benne van egy riportkészítésben, egy kutyában, egy gyereknevelésben, főzésben, egy falépítésben, mindenhol. Nekem ez nagy előnyöm, hogy ez egy ilyen látványos dolog, és én ezért mindig is állás vagyok. És ez egyfajta szelep is, nem? Én szeretek hiteles lenni, én vagyok, így vagyok, ahogy én. De igen, minden alkalommal benne vagyunk egy szerepbe. A tudós, amikor kapcsolódik a morfogenetikus mezőhöz, nem tudom mennyire mondhatok ilyesmi, de alkotás nyugodtan közben kapcsolódunk egy olyan energiával, hiszem és érzem, amiből jön egyfajta olyan áramlás, egy olyan információ, ami egy tudósnak a képletekben, egy építésznek a rajzaiban, ötleteiben, egy festőnek igen néhány képben, de mindenkinek megjelenhet ez mindenben. Ha ráhangolódunk, akkor már csak rajtunk múlik, hogy ez itt az anyagban miben vetül ki. Hát de pont itt ez ember szerep. Abszolút, és ugye itt van azt szokták mondani, a kutya elásva, hogy ez a ráhangolódás, tehát azért a flow, ugye ezt tudjuk, hogy ez mindig van, körbevesz minket, de ehhez kell egy antenna is. Persze, de azért a környezeten is múlik, a hozzáálláson, de a környezeten is múlik, és hát igen, pomáz, a pilis vonzásában azért nagyon közel vagyunk itt ahhoz a csatornához, a készülékünkkel kell dolgozni. Mindenki csinálja, látom, nagyon sokan megfordulnak erre, ugye kirándulók is bejönnek, nem tudom, és én látom, hogy ez a világ úgy változik, hogy érti mindenki, hogy nem kell a boltba mennünk azért, ami... És nem jó irányba tartunk. De jó irányba tartunk, nagyon sok ember, itt az optimizmusom, bocsánat, nagyon sok ember, fiatalok, az én fiam, aki egy fiú, egy 21 éves fiú, akivel hát ugye olyan dolgokról tudnék, tehát ők is, az a korosztály is. Na, de ez nem tipikus azért. Ő egy tipikus fiú. Jó, rendben. Én fejet hajtok, de azért úgy próbáltam azt elmondani, hogy azért a mai fiatal generációnál ez nem annyira egyértelmű. Tehát, hogy ez a felolvadás, ez az odaadás, ez azért annyira nem jellemző. Én úgy gondolom, hogy ők el vannak kicsit varázsolva a kütyüjeikkel, de tudják ők is valahol, hogy az az út az, amikor ki tud teljesedni, hogyha leszáll arról az adásról, és felkapcsolódik arra az adásra. Hát beérnek, de én abszolút remélem. Ezt kellene megértetni velük, hogy... Tudják ők. Hogy van érdekesebb adás is lehet. Tudják ők, minden nekünk dolgozik, hogy úgy mondjam, minden. Most a kiállításon, hogy visszatérjünk egy pár szó erejéig a kiállításhoz, mit fognak látni a nézők? Milyen anyag lesz kint? Próbáltam egy kicsit mindenből. Egyelőre elviszem minden képemet, meglátjuk, mennyit tudok, mennyire van lehetőség, nem is akarnám mindet egyszerre, biztos van majd lehetőség is rá. Egy kis ízelítőnek mindenből viszek egy kicsit. Kisméretű képeket is szeretnék kiállítani, nagyobb képeim vannak, meglátjuk, én minden esetre nagyon hálás vagyok a kastély szervezőinek, hogy és Lilla nagyon-nagyon sokat segített nekem, ha említettem. Ő volt is kiállításom 2018-ban, mikor itt a művelődési házban kaptam lehetőséget, és azóta emlékezett rám, és egy alkalommal így megkeresett. Tehát visszatérve erre, mindent viszek, amit ki tudok tenni. Ugye? És akkor ott az egy próba lesz? Tehát, hogy ott lesznek a képek, ott lesznek a nézők, és akkor kiderül, hogy kinek mit fog mondani. Hát ez újdonság számomra, még mindig újdonság. Tehát megmutatni az ember magát, az mindig egy próba. És
És igen, ez egy kis próba lesz, hogy ne csak a saját nagyon szerető környezetem nagyon pozitívan, hanem lássam, van egy vendégkönyvem, és lássam, oda majd be lehet írni a véleményeket, és meg szeretném ezt osztani, ezt az egészet bárkivel, aki jön, mert nagyon jó lenne. Lesz felolvasás, vers a megnyitón. Igen, ezt azért úgy nem hagynám ki, hogy a megnyitón mivel várják majd a közönséget, ha nem titok feltéve. Persze, nem titok, plakáton is jelenik meg néhány szösszenet. Nem túlozzuk el. Bemutat engem a Lilla, egy pár sorban lesz egy vers, amit nagyon magaménak mondok, bár az írója ismeretlen mindenki számára, kerestük. A túl sok nőről szól, egy férfi mondja el. Dobos barátaimat hívtam, az Afrobreak zenekar jön, és mert egy én szeretem a dobolást, én magam is dobolok. És itt van rá hely is. Szerencsére nagyon kedves szomszédok vannak, nem nincsen sűrűn program, milyen program. Ugye évente ötször, és elég jól szigetelt a ház, meg mi is tudunk viselkedni. És lehet dobolni? Lehet zenélni. De a dobolás azért domináns, de szokott szájharmonika, gitár, bárki, én is szoktam csak így rázni a kis csörgőment. Szóval jön a karibi hangulat. Karibi hangulat, a flow, barátokkal, jó energia, és itt csak töltödik így az ember. És akkor egyszer csak egy-egy képben. Kicsúcsosodik. Mondhatjuk így, igen. Ha a kiállításon valaki, mert hogy említett az előbb, tehát ha valaki oltatatlan vágyat érezne, hogy valami ilyesmit kezdjen elő is csinálni, akkor azért fordulhat önhöz. Persze, nyilván, de nem tartok workshopokat, mert mondom, hát megmutatni nagyon szeretném, hogy ha mindenki látná, és ez tényleg az elfogadás elengedésnek egy nagyon jó manővere, látsz benne valamit, szeretnéd, hogy így fújjon, biztos, hogy nem úgy. A végén beleszáll egy légy. Nekem két kutyám van, és ők azért szőröznek, itt beleszáll a légy, belekaphatok, más is jön. Nem tudok úgy vállalni, de nagyon szeretem, hogyha jönnek és kipróbálják. Valaki a születésnapját itt a gyerekével együtt festette, és nagyon szép élmény volt, hogy a gyerekek meg az anyuka festett egy közös képet, szárad itt, és majd elviszik. De ez egyébként ez valamilyen módon egy teljesen egészséges családi szellemet tükröz, vagy feltételez. Hát persze, így van, így van. Én így gondolom, hogy ez lehet így. És akkor ezt akár tanácsolhatnánk is más egyéb én családoknak is. Én abszolút azt mondom, most nagyon... meg lehet próbálni. Igen, mindenképpen egy jó visszajelzés, egy sikerélmény, csodálatos alkotás, sok születnek, tehát ez mind annak kérdése, hozzáállás kérdése. Jöjjön el, próbálja ki. Nem reklámázom magam, mert tényleg akkor nekem nem marad időm a saját. Hát ez a veszély fönnáll, ez igen, tehát a nyilvánosság nem nekem való, de egyszer-egyszer így megmutatni magam tényleg jó, mert együtt átélni a siker élményt, az, és megmutatni az jó dolog, de én csak festeni szeretnék. Viszont ugye a stílusból és a motivációból adódóan, akkor ön nem is azok közé, a festők közé tartozik, akik úgy leginkább a megrendelésekre hajtanak. Nem tudok, nem. Valamikor próbálkozom, de nem tudom időben sem megmondani, hogy mennyi, és nem biztos, hogy a vágyának sikerül, akkor próbálkoztam úgy, hogy akkor csináltam ötöt, hogy ne kelljen azt választania. De az meg nekem nem éri meg, sem időben, sehogy, mert én nem ebből, hát nyilván, nem ebből élek, igen. De akkor ez most itt ebben az esetben, akkor fönnáll az abszolút művészi szabadság. Ez a flow. Tehát akkor itt nincsenek se képzeletbeli, se fizikai határok, hanem ami, ahogy szokták mondani, ami a csövön kifér. Pontosan. Számolni kell azzal, hogy folyik, hogy szagos, hogy
De ez, ez hát ez egy festéssel együtt járó dolgok. Hát így ez, van, ez, így van, ezért jó egy... Sőt, egy, talán még ihletet is ad tulajdonképpen. Nagyon inspiráló engem, mióta tudom, hogy az Egervári Lina megszervezi és a kastély lehetőséget ad. Nagyon sok képet festettem, és jönnek, én nem nagyon mozdulok ki, de jönnek az emberek, és akkor tényleg feltöltődnek, és játszanak ők is. A kastélyon kívül egyébként hol lehet majd még találkozni? Nagykovácsiban, de nem tudom még az idei dátumot. Jó lenne, hogyha lenne helyem még, nem azt mondom, hogy el tudnék adni képeket, de meg kell szerveznem valahogy, hogy lenne időm még festeni is. Nagykovácsiban volt egy felkérés, illetve most volt egy képem a 16. kerületben, ami első helyezettet nyert 80 alkotás közül. Gratulálok. Köszönöm szépen, és erre nagyon büszke vagyok, de... Melyik jellegű volt? A bika. De a bikából hármat készítettem, és az egyik a legelső bika, a nagy hatalmas bika, azt abban a pillanatban eladtam. De elhozza az új tulajdonos, amikor... Akkor láthatjuk lesz, igen, ki lesz állítva, nagyon kedves elhozza. Csak az ő kocsijába fér be a kép, mert 140x160-as. Úgyhogy... Akkor egy teherautó kell hozzá. De... Kedves, meg segítésű neki, és ez egy büszkeség, hogyha a képét még megmutathatja mást. Hát nem csak neki, hanem önnek is. Nekem, persze, hogy ne, persze. Igen. Mennyi vendégre számít? Hát az én családom 17 főből áll. Hát, akkor közönség már mindenképpen lesz. Meg a dobosok jönnek ötön. Nagyon szeretném, ha minden többen el tudnának jönni, és várom szeretettel azt, aki pénteken délután 6 órakor ott tud lenni. De 3 hétig el lehet menni, és meg lehet nézni. Nagyon szeretném, hogyha ezek a képek olyan helyre kerülnének, ahova mondjuk orvosi rendelő, és én ezt támogatásként is most mondom, így került is 10 darab ilyen képen már, nem dicsekszem hová, de én úgy gondolom, hogyha valaki le tud ülni és nézni, annál adhatja egy új történetet, egy lehetőség arra, hogy kivonjon talán egy rendelőben, vagy nem tudom, egy olyan helyről, ahol a rendszer nagyon így hatást gyakorol. És a stresszt oldani kell. Igen, ez mindenképpen én az én motom az, hogy nem tudok feszültségben élni, de ahhoz kell az is, hogy olyan hozzáállás legyen, mert akkor ez mind jön, ez mind megnyilvánul, ha ott a helyen. Tehát ennek terápiás jellege is van akkor tulajdonképpen. Az túl nagy, én csak festek. De van, aki igen, van, aki magának fest egy képet, és utána elviszi látóhoz, vagy ő úgy érzi, hogy kirakja a falára, akkor gyógyul, de én nem vagyok gyógyító, én magam is magamat gyógyítom, vagy tapasztalom ezt a dolgot, és hát de ha ebből a folyamatból másoknak is jut, akkor azért az már hát a művészet ilyen, haszon. Hogy a művész az aztán elmondja. Az két kézzel szórja. Hát igen, mondjuk ezt a párom remélem nem hallja, hogy két kézzel szórom. Hát itt most az élményre gondoltam, és a... És mindenképpen a... én is csak szeretek humorizálni. Vagy... Hát ez kell az élethez egyébként, meg az alkotáshoz, meg legfőképpen. Mindenképpen kell mindenhez az élethez is, igen. És ez feltételez is azt, hogy amikor leül alkotni, akkor egyfajta állapotba kerül, vagy ez csak... jön, hogy most fölébredek, és akkor nekem ma festenem kell, vagy ehhez kell egyfajta állapot, amiben nekiáll, és akkor elkészül egy mű. Értem a kérdésre. Én úgy veszem észre, szerintem mindenki egyénileg működik, de én úgy működöm, hogy ez egy ilyen hullámzó, valamikor kiáradó, valamikor egy belső dolog. A kiáradóban azt gondolom, van egy kertem, én aranykalászos gazda lennék, de én nagyon próbálkozom, még szerencsére nem mutatja a kertet, de igyekszem ki, és utána bent, de nem így az idő, mivel én szabadúszó fordító vagyok, akkor áll rendelkezésemre, amikor jön, és én ennek alá tudok rendelni sok mindent.
vannak kötelezettségek, de szerencsére nem a rendszer által, tehát hogy nem egy ilyen szoros beosztásban, hogy látom a barátaimat. Tehát a prioritás akkor a művészeté tulajdonképpen. A kreatív teremtésé, mondjuk így, mert ha a főzés is az, és a gondoskodás is az, akkor igen. De a festészet, igen, ez nagyon... Ez, hogyha úgy mondanak, százalékban, az 80% az életemnek. Azért az elég meggyőző. Igen, mindenképpen. Elég meggyőzően hangzik. A kiállítás, ugye említette, hogy három hétig lesz, igen. látható. A kiállítás alatt volt már rá példa, és annak akkor egy nagy sikere volt, és azért kérdezem, hogy volt olyan alkotó, aki időnként följött a kiállításhoz, és akkor ott a vendégekkel ott beszélgetett, hogy ez belefér-e, vagy... Én mindenképpen, én sokat járok. Amióta úgy komolyabban szerveződött a kastélyban a kulturális élet, és olyan gyönyörű a kert, nem tudom, reklámozhatom, de lehet enni, tehát ott van a terasz, most megnyílt az étterem, az egy jó programot tenni, sétálni, egyet tőlem pár percre van a kastély. Úgyhogy persze, természetesen, igen, sőt, mindenki, biztos, hogy megyek, biztos. Mert hogy ugye előfordulnak ott iskolák, meg igen. iskolás osztályok, és lehet, hogy ez a küldetés ott folytatódhatna. Lehetne, de nagyon sok művészetterapeuta van, akik azért komoly évet bele, szóval sok évet belefektettek abba, hogy én amit tudok, azt meg átadni, amit én élvezek benne. A többi mindenki múlik. Azért természetesen én megmutatnám, sőt viszek a kiállításra kreatív megoldandó dolgokat, ha lehetőség nyílik rá, és igen, az zeneiskolát tudom, hogy ott vannak a gyerekek, és voltam is már ott programon, színházban is jártam. Igen, tudjak róla, de én magam is legalább egy héten egyszer vagyok, szoktam mondani. Mert hogy ugye ez a hitelesség, tehát amikor a néző vagy éppen az a gyerek, aki ismerkedik a művészettel, az első kézből kapja. Hogyne, igen. Mármint nem áttételesen, hogy... Igen, amikor a művelődési házba, bocsánat, hogy félbeszakítalak, volt a kiállítás, akkor ott volt egy ilyen nyári tábor, és elhívtak, és ott olyan aranyosak voltak a gyerekek. Én nagyon szerettem volna annak idején az onkológiára bevinni ezeket az entanglás rajzokat, mert hogyha megrajzolva, picit segítve, akár kisebb darabokon, nem ilyen nagy darabokon, de az is egy, tehát az entanglás az egy zen firka, ott van egy meditatív alkotás, ott nem azon megy az agyunk, az egunk, hogy jaj, mit mondanak, vagy mi történik, vagy hanem ott benne tudunk. Azt számítanak kevésbé. Igen, egy abszolút kikapcsolódás. De hát nehezen lehet bejutni a helyekre, én meg nem is vagyok úgy, hogy úgy szeretem úgy előtérbe helyezni magam, mert nekem megvan az elfoglaltságom, amit szeretek, ha ezt megoszthatom bárkivel, akkor nagyon szívesen. Hát persze, hiszen mert én magam sem vagyok hív annak, ugye, amikor az van, hogy arra gondolt a költő akkor, tehát ezt nem... Igen, de együtt azért néha van olyan vers, aminek megkérdeznéd a költőt, hogy mire, vagy domcsizunk erről, nem? Én így vagyok, és ez azért visszatérve, hogy a festő vagy az alkotó is meg tud jelenni a kiállításán. Szerintem az egy más, akkor már a kép több lesz attól, mert belerakod az alkotónak is azt a benyomást, amit kell, tehát remélem, hogy nem keltek rossz benyomás, de hogy félelmetes vagyok. De hogy ott többet visz magával az ember. És a nézőben is ez azért jobban megmaradt, tehát ez személyesebb élmény lesz. Igen, bárki lehet művész, életművészek vagyunk, mind nem. Hát most nem tudom, hogy kötnék-e üzletet, de... Igyekszünk. De persze, természetesen a törekvés bennünk van.
Hát remélem, hogy azért itt most tudtunk kedvet csinálni a kiállításhoz. Remélem én is, hogy ez volt a szándékunk. Én láttam a képeket, el tudom mondani, hogy szépek, izgalmasak, érdekesek. Köszönöm szépen. Tehát ezt mindenképpen ajánlom mindenkinek, aki, és pláne azoknak, ugye, akik hogy mondjam, szeretnek műélvezni. Tehát nem az a művészet nekik, amikor ugye a Holcfényben a szarvas a tóparton, vagy a gombolyaggal játszó kis cica, hanem valami olyat. Igen, nem várnak, ami úgy az övék is tud lenni. Igen, beleteszi mindenki a maga kis, és fordít rajta egy kicsit a falon, és akkor lesz egy új sztori. Igen, mindenképpen. És akkor így születtek a végtelen történetek. Tehát... Na, mi az élet is. Mert ahány perspektívából nézzük, mindig annyi jelentése van. Így van. Ha jól láttam, ugye? Jól gondolom. Igen, igen. Ezt szeretném, igen. Akkor megnyugodtam. Igen, én is mindig nyugodt vagyok. Köszönöm. Jó, hát köszönöm szépen, ahogy elbeszélgettünk erről, és akkor még egyszer én sok nézőt kívánok. Nagyon köszönöm. És csak ismételni tudom magamat, hogy egy izgalmas és nagyon érdekes, színes kiállítás megnyitónak nézünk elébe, úgyhogy remélem sokokkal fogunk találkozni. Igen, azzal lesz még izgalmasabb, ha gyere többen tudjuk ezt megnézni, és köszönöm a lehetőséget, hogy eljöttek ide hozzám. Én köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm én is, köszönöm.